Az informális testületi ülésünkön részt vett egy repülőiskola képviselője is, illetve több képviselője, vezető oktatója, vezető pilótája, illetve tulajdonosa is. Ők Szegeden jelen pillanatban repülőiskolát működtetnek, amelynek az áthozataláról, vagy éppen Kiskunmajsán történő működtetéséről, annak a feltételrendszeréről, az ő szándékaikról, és adott esetben elmúlt időszakban elmesélt történetükről volt egyeztetés a képviselőkkel, hogy ne érje váratlanul a képviselőtestületet már az, hogy van egy olyan szándék és akarat, amely arról szól, hogy Kiskunmajsán egy reptér kerüljön kialakításra. Természetesen nem egy sok 10 vagy 100 millió forintból fölépülő reptér, hanem csak egy minimális költségvetésből elinduló, gyepes kifutóval rendelkező repülőtér, amely egy repülős élet elindításához elégséges, és ezzel kapcsolatban kérdések, vélemények fogalmazódtak meg mind a képviselőtestület, mind pedig a repülő iskolát üzemeltető cég képviselői részéről. Én azt gondolom, hogy ezek a megbeszélések előremutatóak voltak. A képviselőtestület júniusban fogja kialakítani majd e tekintetben mind a pénzügyi, mind pedig a szakmai vonatkozásban a véleményét és döntését arról, hogy biztosítja-e azt az önkormányzati területet, illetve hozzájárul-e a reptér valamilyen szintű kialakításához. Én azt gondolom, hogy minden esetre gyümölcsöző az, hogy Kiskunmajsára perspektívaként tekintenek olyan nagyobb múltú cégek is, akik valami más tudnak hozni, hozzá tudnak tenni Kiskunmajsa jelenéhez és jövőjéhez, ahhoz a turisztikai gondolathoz, amit mi szeretnénk, és ahhoz a repülőiskola üzemeltetéshez, amelyekkel viszont ők európai légügyi vizsgára készítik föl a hallgatóikat. Úgy gondolom, hogy ez az együttműködés, ez ki tud alakulni, abban az esetben, hogyha a képviselőtestület dönt, ennek a mértéke és mennyisége vonatkozásában, vagy éppen a helyszín biztosítása tekintetében, akkor pedig meg is tud alapozódni itt Kiskunmajsán.